Sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket. Most is Isten igéje köré gyűlünk össze, a Bibliából olvasunk. Ha van Bibliátok, akkor vegyük elő, keressük ki az Ószövetségből Ezékiel könyvét. Ezékiel könyve 37. fejezetéből olvasunk, az első verszaktól a következőket. Az Úr keze volt rajtam, és kivitt engem az Úr a lélek által, és letett a völgy közepén, amely tele volt csontokkal. Körös körül vezetett mellettük, és imé nagyon sok volt belőlük a völgy színén, és imé nagyon kivoltak száradva. Azt kérdezte tőlem, ember fia, vajon megelevenednek-e ezek a csontok? Így feleltem, ó Uram, Istenem, te tudod. Azt mondta nekem, profétálj e csontok felől, és ezt mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az én Uram az Úr ezeknek a csontoknak, ime én lelket bocsátok belétek, hogy megelevenedjetek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és bőrrel borítalak be titeket, azután lelket adok belétek, hogy megelevenedjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én pedig profétáltam, ahogy a parancsolatot kaptam, és mikor profétálni kezdtem, zúgás hangja támadt, és a csontok összeszálltak, egyik csont a másik csonthoz. Ime láttam, hogy inak lettek rajtuk, hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor azt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj embernek, fia, és mondd a léleknek. Azt mondja az én Uram az Úr, a négy szél felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölöttekbe, hogy megelevenedjenek. Ekkor profétáltam, ahogyan parancsolta. A lélek pedig beléjük hatolt, megelevenedtek, és a lábukra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Azt mondta nekem, emberfia, ezek a csontok Izrael egész háza, íme azt mondják, elszáradtak csontjaink, és elveszett a reménységül, végünk lett. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr, íme megnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor megnyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek, hogy életre keljetek, és letelepítelek benneteket a földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és meg is cselekedtem, ezt mondja az én Uram, az Úr.
Ez a rövid szakasz, amit felolvastam, Ezékiel proféta szája által hangzott el, és ez a reménység üzenetét tartalmazta. Óriási szüksége volt a csüggett népnek a bátorításra, a reménységre, mert kilátástalan helyzetben voltak, és megalázott és megszégyenített körülmények között éltek, és az Úr mégis szólt, prófétát küldött közéjük, és komoly üzenetet adott. És a próféta az Úrral személyes kapcsolatban van, az Úr lelke áthatja a prófétát, és a próféta nem a saját gondolatait mondja, vagy nem azt mondja, amit szeretne a nép hallani, hanem azt, amit az Úr üzen. És az Úr teljesen a hatalma alá vonta a prófétát, és hogy ezért az Úr nagy erővel tudott cselekedni és kijelenteni magát a próféta által. Hát hogy is kezdődött akkor ez a látomás? Mert ugye itt egy látomásról van szó, amit a próféta látott, és ez van itt az első versben, letett a völgy közepében, amely tele volt csontokkal. A nép a völgyben volt, és hogy ha magunkra alkalmaznánk, vagy az egyház történetében visszapillantanánk, hogy voltak ilyen időszakok, talán most is, hogy a völgyben vagyunk. Hogy lehetne onnan kijutni, és hogyan lehetne Istennel egy mélyebb közösségre jutni, és hogy lehet, hogy te is sok csalódáson mentél keresztül az utóbbi időben, és hogy te is a völgyben vagy, a völgyben, és nem a hegyen, nem a reménység állapotában vagy, hanem a csüggedés állapotában, de az Úr a reménység üzenetével jött most hozzánk. Ha az igét szó szerint vesszük, akkor nagyon érdekes dolgok azok, amiket megláthatunk bele benne. A prófétával az Úr volt, nyilván ő nem egy kiszáradt csont volt lelki értelemben. Ő nem a völgybe volt, és éppen ezért szüksége volt arra, hogy az Úr keze, amelyik ugye vele volt és rajta volt, hogy kivigye és levigye a völgy közepére, oda, ahol a megszáradt csontok vannak. És csak lélek által lehet meglátni a csontokat, a megszáradt embereket, és a prófétának is szüksége volt erre, hogy a Szent Lélek megmutassa, hogy hol van Isten népe, hogy hol tartanak, és hogy nagy a baj. A második versben pedig ezt olvastuk, hogy körös körül vezetett mellettük, és ímé nagyon sok volt belőlük a völgy színén, és ki voltak nagyon száradva. Az Úr körbevezette a prófétát, a völgyet teljesen megmutatta, hogy nagyon sok a csont, és az a baj, hogy ki vannak száradva. Azért vezette őket, vezette a prófétát az Úr a csontok mellett, hogy észrevegye, hogy nagyon sokan vannak, hogy nem csak egy-kettő ember van, aki el van lanyhulva, halál révén van, hanem hogy
észrevegye, hogy nagyon sokan vannak, akik ki vannak száradva. És mit jelentett ez a kiszáradt állapot? Hogy néz ki egy kiszáradt hívő? Az egyik, hogy nincs kapcsolata az élő Istennel. Van uramuramozás, vannak pótlékok, nagy hangon énekelés esetleg, nincs az Isten igéjével kapcsolat. Sose felejtem el, egy nagyon intelligens, idős, régi hívő emberrel beszéltem, aki nagyon megszáradt lelkileg, és azt mondta, hát én már évek óta nem olvasom Isten igéjét. Én azt gondoltam, hogy hát én annyit olvastam, hogy én azt már tudom kívülről, hát minek azt nekem olvasni? És egyre távolabb került az Úrtól, és nem volt benne Isten lelke. Még elment az Isten tiszteletre, ünnepnapokon, esetleg egy vasárnapon, de semmiféle szolgálata nem volt, csak önmagának és a családjának élt. És ne felejtsük el, hogy a kiszáradt emberre jellemző, hogy mindig magáról beszél. Mindig a maga bajairól, így aztán nincs lehetőség arra, hogy bizonyságot tegyen, és az evangélium üzenetet továbbadja. Hát nincs benne élet. Az az ember, akinek csak önmaga a legfontosabb, az nem tud a környezetének adni, és nagyon érdektelenné válik a környezete iránta is, és a kiszáradt csontokról leszoktak mondani, és nem törődnek velük. De az a nagyon megdöbbentő, hogy nagyon sokan voltak ebbe az állapotba, és amikor az Úr Jézus visszajön, ezt olvassuk az igébe, hogy vajon talál-e hitet a földön, és hogy meg fognak rövidíteni a szenvedés napjai, mert hogy az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös. A kiszáradt ember nem jól lát. Nem látja az Urat, nem látja a környezetét, a szükségben lévőket, és nem látja önmagát sem olyannak, amilyennek az Úr látja. Én ezt egy nagyon veszélyes állapotnak tartom, és az ember olyan langymeleggé tud válni. A ja Istenem, segíts meg, és a problémáim felsorolásán kívül nincs ima téma. Nem tudjuk igazán látni az Úr hatalmas, csodálatos nagyságát, valóságát, mert csak a mi bajaink a fontosak, és azok elvakítanak bennünket. Sem az igei közösség, sem a Krisztussal való személyes ima közösség nincs meg, sem pedig a testvéri közösség. A kiszáradt csont az mindig másba látja a hibát, és a mások nyomorúságait látja, a magáét nem. Imádkozzunk azért, hogy az Úr könyörüljön rajtunk, hogy ne legyünk olyanok, mint amire Jézus azt mondta, hogy mivel langymeleg vagy, kivetlek az én számból, hogy ne ilyen kiszáradt, élet nélküli követői legyünk a Krisztusnak, hanem olyanok, akiket betölt a Szentlélek, akiből az öröm, a Krisztus iránti öröm és szeretet kiárad. Igen. Az előző versekben tehát Isten beszél a prófétával. És ez nagyon jó, hogyha valaki szolgálatra készül, hogy először az Úr beszél vele, és felkészíti, így aztán tényleg az Úr üzenetével tud a nép elé állni. És itt a negyedik verstől ezt olvassuk, azt mondta nekem, tehát a prófita teljesen az Úr irányítása alatt van, prófétálj e csontok felől, és ezt mond nekik, ti száraz csontok, halljátok meg az Úr beszédét. Nagyon
sokat mondó számomra ez, mert ugye mi, akik szolgálatban állunk, és próbáljuk az embereknek továbbadni az Úr örömhírét, vagy a megtérés üzenetét, de nem csak én vagyok így, gondolom mások is, hogy ilyen sérelmeink vannak, hogy hát, mondhatjuk, úgyse fognak odafigyelni erre, amit mondunk, nem, kemények, szárazak, és hogy talán keresünk olyan embereket, akikkel kedvesen, barátságosan el lehet beszélni, és mindig is olyanokat, bárányokat, kézbárányokat keresünk, és nem farkasokat, mert azokat kell megszelídíteni, a farkasokat, azoknak kell megmutatni az Úrnak az akaratát, és hogy én az olyan süketnek, aki olyan süket, mint a nagy ágyú, hogy én azt mondjam neki, hogy halljad az Úr üzenetét. Hát úgy se hallja, hát minek pazaroljam az erőmet, hogy én erről beszéljek. És ez meggyőzött, ez az ige, hogy ti száraz csontok, halljátok meg az Úr beszédét. Pál apostol is beszél erről a gondolatról, vagy hallják, vagy nem hallják. Alkalmas és alkalmatlan időbe továbbadni az Úr üzenetét. Tehát a lehetetlen helyzetben is mi megpróbáljuk továbbadni az Úr üzenetét, de az Úr dolga, hogy behatoljon az ige az emberek életébe, és azt megváltoztassa, és újjátegye. Itt a harmadik versben nagyon feltűnő, hogy Isten kérdezi a prófétát, hogy te emberfia, vajon megelevenednek ezek a csontok? És ő azt felelte, hogy Istenem, hát te tudod. Vajon az Úr miért tette fel ezt a kérdést a prófétának? Én úgy gondolom, hogy azért, mert az Úrnak nagyon nagy vágya, akarata és szeretete volt az, hogy megelevenedjenek ezek a csontok. Isten akarata, hogy mindenki megelevenedjen, hogy az igazság ismeretére eljusson. Isten akarata az, hogy az emberben lélek és élet legyen, hiszen ő a saját lelkét lehelte az emberbe is. Ettől lett élő lélekké. És az Úrnak még az volt a vágya, hogy a próféta is hittel nézzen ezekre a csontokra. Ami lényeges, hogy az Úr a megoldást is megmondja. Hogy a megoldás egy kiszáradt nép életében akkor következik be, hogyha Isten lelke valami módon bejut a világosságával az ember életébe. Tehát imén lelket bocsátok belétek, hogy megelevenedjetek. Mi a célja Istennek? A megelevenedés, hogy életre keljünk, hogy ebből a tehetetlen állapotból, hogy kiszálljunk, és hogy elkezdődjön egy örömteljes Krisztusban való élet a mi esetünkben. Tehát Isten nem a nyüzsgésről beszél, hogy majd én a lelkemmel előidézek nagy dolgokat, föllelkesednek az emberek, táncolnak, tapsolnak, örülnek, és mindent csinálnak örömükben, hanem itt arról van szó, hogy az Úr meg akar eleveníteni. Itt egy kicsit látjuk a megújulás feltételét is. Az Úr azt mondja, hogy én lelket bocsájtok belétek. A prófétának is szüksége volt, hogy az a szolgálat, amire őt elhívta az Úr a csontok között, hogy Isten szent lelkének az erejével tudjon járni, és hogy szeressen a csontok között lenni.
hogy érezze azt, hogy Isten az ő lelkét azért adja, hogy megelevenedjenek. A megújulás feltétele, ahogy itt látom ebből az első 5 versből, meghallani az Úr beszédét. Sajnos a hívő ember nagyon süket tud lenni, és nem hallja az Urat. Az Úr elmegy mellette, és nem érti. A prófétának is szüksége volt a völgybe, hogy az Úr levigye, és megértse, és meghallja, hogy van megújulás, megelevenedés, mégpedig a Szentlélek által. A másik feltétele a reménység, amely nem szégyenít meg. Ezeket a csontokat látva, ha a láthatókra nézünk, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, kutyából nem lesz szalonna, ezek már kihaltak, ez egy reménytelen. Nagyon nem szeretnek az emberek olyan közösségbe járni, ahol megfáradt emberek vannak, ahol sok idős ember van, ahol beteg emberek vannak, netán szegény emberek vannak. Olyanba szeretünk menni, ahol rögtön ott a reménység, látjuk a végét a dolognak, élet van, nyüzsgés van, és jól érezzük magunkat. De itt ezek közt az élettelen csontok között nem igen jól érezte magát senki. Azért nem járt arra senki. Azért kellett az Úrnak megfogni a próféta kezét, és oda vinni, hogy itt van a szolgálatod. Nem lehet egy olyan hajóról elfutni, amelyik süllyed. A patkányok szoktak ugye elszaladni és menteni az életüket. Nekünk az embereket kell megmenteni, nem a magunk életét, mert mi ránk az Úrnak gondja van, hogy megtartson. És éppen ezért reménységgel kell nézni az elveszett emberekre, a kiégett hívő emberre is, a megkeseredett, depresszióban lévő, életet nem mutatókra is. A reménység pedig nem szégyenít meg. A 7. verstől egy nagyon fontos dolgot látunk, az, hogy mi történik az Úr szavára. Ez nagyon lényeges. Tehát körbevezette az Úr a prófétát, és látta, hogy a csontok szét vannak esve. Nem akárhogy, hanem szalasz éjjel voltak a csontok. Biztosan abban a völgyben nagy viharok voltak, szélvihar, meg minden, és elsodorta egymástól, elsodorta csontokat. És hogyha egy gyülekezetben is ez történik, hogy mindenki szanaszéjjel van, akkor ez nem a bibliai, nem az Isten szerinti út, mert az Úr azon munkálkodik, hogy a szétszórt tagok, hogy összekerüljenek. És ez a legnagyobb baj a mai világban is, nem csak ma kezdődött ez, az alkalmazkodási zavar. A pszichológia nagyon sokat foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy az ember szinte megbetegedett, nem tud alkalmazkodni, nem tud elfogadni, nem tud kisebb lenni, csendben lenni, vagy egyszerűen egy ilyen nyomorult állapotban van ez a világ, és azokat az Úr valahogy a lélekkel összehozza, akik nem bírtak eddig alkalmazkodni, a férjeket az anyósukkal, és a feleségeket az apósukkal, a gyerekeket ezzel vagy azzal a személlyel. Óriási munka, szól az Úr igéje, és a szétszórt tetemek újra visszatérnek, és egyé lesznek. Tulajdonképpen a 10. versben az van, hogy és a lábukra álltak. Hát ez volt a legizgalmasabb pillanat, hogy kell-e bot, amire támaszkodjanak, hogy képesek lesznek-e végre talpra állni. Igen, miért? Azért, mert a lélek által megelevenítette. Milyen csodálatos lehetett, mikor Isten
a földből embert formált, és belelehelte a lelkét, és hogy ez az élettelen, földből való lény, ez életre kelt. Életre kelt, a lábára állt. Itt kezdődik a hívő élet, hogy a saját lábodon járj, és ne támaszkodjál mások bölcsességére, hanem egyedül az Úrra, és hogy persze az Úr szeretete benne van ebben, hogy a lábunkra álljunk. És ne felejtsétek el, hogy a szeretetlenség szétszórja a tagokat, a Szentlélek pedig összeegyé teszi őket.